Nyilvánvalóan az az 500 fős setup, ez számunkra egy teljesen idegen és elképzelhetetlen dolog volt. Ez ugye azért fontos hangsúlyozni, mert hogy ez a kapacitásunknak a 4%-a összesen. Nem ABC, hanem konkrétan körülbelül Z-tervig mentünk el, azt hiszem, a kis táblázatunkban, a programált szervezésekkel kapcsolatban. Soha az életben ennyi interjút nem adtunk, mint idén, abban biztos vagyok. Hát szevasztok, ha kedd, akkor természetesen fű alatt, és ezen a héten a vendégünk Bicó Andrea, a Budapest Park PR menedzsere. Szia, Andi, üdvözlünk a műsorban. Sziasztok, szia, Dolek. És ugye, hát az a helyzet, hogy az első kérdés abszolút adódik is, hiszen Budapest Park. Ugye most volt nemrég az éves, hát hogy is mondjam, nagy összebeszélgetésetek, hogy hogyan összegeztétek ezt az idei évet, és nyilván szeptember végén adtatok ki egy sajtóközleményt az idei adatokkal, amik nagyjából úgy néztek ki, hogyha jól emlékszem, hogy ugye tavaly nagyjából olyan 600 ezer fő fizető vendég volt, idén 70 ezer volt, a jegybevételetek az 5% körül alakult, míg a teljes bevétel a tavalyihoz képest 90%-kal kevesebb volt. Na most mi a helyzet most, mit tudsz elmondani ezzel kapcsolatban? Hát, ahogy említetted, most évértékelések zajlottak nálunk. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egyébként ez minden évben megtörténik, szóval ez nem csak a rendkívüli helyzetre való tekintettel, hanem minden évben összeülünk, és megosztjuk egymással a tapasztalatokat. Hát ebben az évben nagyon sok tapasztalatunk gyűlt össze, azt hiszem elmondhatjuk. Nyilvánvalóan az az 500 fős setup, ez számunkra egy teljesen idegen és elképzelhetetlen dolog volt. Ez ugye azért fontos hangsúlyozni, mert hogy ez a kapacitásunknak a 4%-a összesen, ami azt eredményezi, hogy a nagy részt nem tudtunk mit kezdeni a területünkkel. Ezt azért... Ezért is kell elmondani, mert attól függetlenül nagyon sok olyan üzemeltetési költség van például, ami hiába kisebb területen zajlik a program, a költségek akkor is felmerülnek. Úgyhogy most igazából már nem szeretnénk nagyon negatívak lenni, nagyon bízunk a következő szezonban, inkább ezeket a tapasztalatokat, ezeket az olyan ad-hoc helyzeteket beszéltük át, amikkel eddig sosem találkoztunk, és amikre egyébként borzasztóan gyorsan kellett reagálnunk. Ez a másik, ami nagyon fontos, hogy nem ABC, hanem konkrétan körülbelül Z-tervig mentünk el, azt hiszem, a kis táblázatunkban, a programált szervezésekkel kapcsolatban. Nagyon gyorsan kellett reagálni arra, hogy ki lehet nyitni teraszként, utána volt, hogy 500 fős koncerteket lehet tartani, bíztunk az augusztus 15-ben, ez nem következett be, és ezekre mind-mind azonnal kellett reagálni, és ezeket a döntéseket nézzük most át, és ezeket, amikkel mi most foglalkoztunk ebben az évben, hogy sikerültek, hogyan lehetett volna jobban csinálni, és a többi. Uh-huh. Úgyhogy ugye egy kicsit előre nézzünk, jövőre ugye a 10. szezonokat kezdenétek, illetve 10. jubileumi szezonotok lesz. Ugye, és itt elsősorban kalkuláció esetében ez a kicsit kiszámíthatatlanság, tehát ez a bizonytalanság, hogy lehet, hogy egy koncertet egy nappal vagy két nappal előtte le kell fújni ilyen-olyanok miatt. Hogyha ezeket a bizonytalansági faktorokat nézzük, akkor jövő, tehát a jövő szezonra hogy kalkuláltok? Milyen vészforgatókönyvek vannak, vagy hogy érzitek ezt az egész 2021-es szezon? Mi úgy kalkulálunk a következő szezonnal, hogy ez reméljük, hogy rendben lesz. Ugye ez azért is lenne nagyon fontos, hiszen az idén megrendezendő nagy koncerteket átdátumoztuk a jövő évre, és így soha nem volt ilyen, de jelenleg ugye úgy tartunk itt novemberben, hogy 85%-a le van kötve a jövő évi programunknak. Azért előre szoktunk dolgozni, de nem, ennyire nem szoktunk tudni. Úgyhogy mi azzal kalkulálunk, hogy április 15-én kinyitunk,
de nyilvánvalóan ezek a mostani megbeszélések és ezek a mostani fejtegetések is azért zajlanak a háttérben, hogy minden eshetőségre, hogyha lehet, akkor az idejénél jobban fel tudjunk készülni. Hát most van lehetőségünk ezekről beszélgetni, és nem biztos, hogy azonnal cselekednünk kell, hiszen április 15-ig azért még bármi történhet. Igen, és nem akarok negatív lenni, de ha a jövő szezonban is hasonló trend folytatódik, mint ami idén volt, akkor nagyjából mit tudtok tenni, mi az, ami várható, tehát hogy akkor hogy kalkuláltok? Igazából mi mindig azt tudjuk tenni, amit az előírások megengednek. Amikor, amit említettem, amikor arról volt, hogy 500 fős koncertet szervezhetünk, ezek nem voltak mindig teljesen egyértelmű rendelkezések. Például mi az elején csak kizárólag akusztikus koncertekkel indultunk el. Aztán viszonylag hamar kiderült, hogy egyébként ez nem feltétlenül kell, hogy akusztikus legyen, és nem feltétlenül kell, hogy ülős legyen, a lényeg az 500 fős korlát. Milyenkor rengeteget konzultáltunk, egyébként nagyon sokszor kértünk állásfoglalást az operatív törzstől, még olyan esetben is, amikor a rendelkezés mondjuk viszonylag egyértelmű volt, de szerettük volna magunkat igazából bizonyosságot nyerni afelől, hogy ezt megtehetjük, mert nem szerettük volna a kiskapukat keresni. Úgyhogy azt a kapacitást fogjuk kihasználni, amit csak lehet. Ugyan nem Budapest Parkkal kapcsolatban, de ugye a lángolón kijött ma egy billboard szemle arról, hogy Amerikában most éppen az az új trend, hogy koncertlátogatást vagy negatív koronavírus teszthez, vagy pedig jövőbeli, hát hogy is mondjam, oltási bizonyítványhoz kötnék. Ugye pont beszéltünk tavasszal arról, hogy Kaliforniában jelezték, hogy amíg nincs normális vakcina, addig nem nagyon lesz se koncert, se fesztivál, és nyilván senki nem tud még kalkulálni, ez csak egy amerikai javaslat, de hát szóval én elég, hogy is mondjam, furcsának vagy irreálisnak látom azt, hogy veszel egy 4-5 ezer forintos koncertjegyet, és akkor nem tudom, 10-12-15 ezer forint elmész mindig tesztegetni, mire reális bármi ilyesmihez kötni egy koncertet. Nyilván egyébként ezt most még mi sem jártuk körbe ezt az egész dolgot, úgyhogy így a magánvéleményemet tudom elmondani. Hát ahogy én néztem egyébként, ezt a Ticketmaster mondta, azt hiszem most, vagy ők vetették ezt fel, az azért elég fontos, hogy ők egy értékesítő felület, és nekem például az jutott eszembe, hogyha én egy vendég vagyok egy szórakozó helyen, és engem hazaküldenek, hogy nincsen meg hozzá a megfelelő tesztem, vagy oltásom, akkor én biztos, hogy a helyre haragudnék, vagy a szervezőre haragudnék. És például ez is egy nagyon fontos tisztázandó kérdés, ez ilyenkor kinek a felelőssége. Azt sem teljesen igazából, amit nem látok el ebben, az a technikai háttere ennek az egésznek. Ugye itt azt mondták, hogy össze lenne az egészségügye valahogy kapcsolva a rendszerük, és ott látnák azt, hogyha valaki oltást kapott. Hát ez Európában szerintem GDPR szempontból nem kifejezetten kivitelezhető, nem vagyok egy GDPR szakértő, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül annak arra van kitalálva, de nyilvánvalóan egyébként mindig mindenkinek a biztonsága az elsődleges, ami a Budapest Park szempontunkból is egyébként egyrészt az nagyon fontos, hogy valóban biztonságban legyenek a vendégek, a másik, ami nagyon fontos, hogy ők biztonságban érezzék magukat, és erre nyilvánvalóan be kell vezetni protokollokat, hogyha lehet koncerteket tartani, vagy hogyha nem tartunk ott, hogy vakcina van, vagy bármi ilyesmi, de illetve még az nekem a nagy félelmem egyébként is, ettől függetlenül, hogy mennyire lesz koncertre járós kedve az embereknek, és hogyha ez ilyen plusz lépésekkel van megbonyolítva, akkor az egyébként is bizonytalan vendég nem biztos, hogy úgy fog dönteni, hogy ő megvásárolja a jegyet, illetve nekem az jutott eszembe egyébként, hogy
ha megveszed a jegyet, és mondjuk tovább értékesíted egy ticketswap felületen, vagy bárhol, akkor tulajdonképpen ez kihez számolódik, vagy kinek az egészségügyi adatait fogják ilyenkor nézni. Szóval igazából rengeteg kérdés felvet a dolog, de én nem azt mondom, hogy ez teljesen kizárt, hogy így fog történni, csak egyelőre még így nem látom át, hogy ez hogy tud bevezetésre kerülni. Hát egészségügyi szempontból, meg GDPR szempontból ez nagyon-nagyon hasonló egyébként. Mondjuk vezetve, hogy az amerikai szabályozás sokkal megengedőbb egyébként, ez nem csak GDPR, tehát nem csak mondjuk ez ügyben, de sok ilyen személyes adat szempontból. De tényleg én sem nagyon, tehát olyan bevallom őszintén egy kicsit így fölháborított, hogy úristen, és tényleg, hogyha tovább adod, akkor mi a manó van? És akkor mi lesz a te adatoddal, aki egyébként nem veszel részt azon a koncerten, akkor látják, hogy te most éppen nem tudom én, nem vagy beoltva, nem tudom én, nem voltál PCR-teszten még soha, stb. Igen, ezek egy érdekes kérdések. Visszatérve a beszélgetésünknek egy kicsit a PR szempontból, a PR részére, ugye, nem csak a helyeknek, hanem maguknak a zenekaroknak is olyan szempontból, amellett, hogy ugye nem koncertezhetnek, és azt, amit szeretnek csinálni, nem tudják csinálni. PR szempontból mit tehet a PR szakma egy ilyen időszakban? Egyrészt, hogy motiválja a zenekarokat, vagy bármit, tehát, hogy ne legyen olyan durva a leszakadás, és ne legyen akkora a depresszió, mint amit egyébként ez a lassan most már 9 hónapja tartó történet okozhat, kiválthat. Én ugye egyébként a Budapest Park mellett dolgozom zenekarokkal is, például a Trampalermóval, vagy a Palitonszal, vagy a Nagybésztársippel, és nekik ugye PR-ban segítek, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad abba hagyni a kommunikációt, és egyébként erre biztos, hogy nagyon nehéz ebben az időszakban rávenni a magukat, főleg például márciusban, amikor mondjuk még próbálni sem lehetett elmenni. Egyébként ezt most nem tudom, hogy most pontosan végül is ez minek számít gyülekezésnek, vagy ez még szerintem egy ilyen megint újra átgondolás alatt lévő dolog, de azt tudom mindenkinek csak javasolni, hogy ne adja fel, mert hogy pont ezekben az időkben, amikor megnyitod az internetet és az összes hírportálon, igazából ezek a főként negatív hírek jönnek szembe, vagy ha nem is negatív, de csak a vírussal kapcsolatban tudsz olvasni dolgokat, akkor kifejezetten kiugró és üdítő tud lenni az, hogy valakinek megjelent például egy új lemeze, és nekem egyébként ez is a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal szívesebben fogadják most ezt, vagy sokkal több idejük is lehet akár otthon lenni, hiszen nem csak az, hogy otthonról dolgoznak, ilyenkor ugye kiesik az, hogy mondjuk munkába el kell menni, haza kell menni, kicsit több időt tudnak fordítani, mondjuk egy cikk elolvasására, vagy tényleg egy lemez meghallgatására. Úgyhogy szerintem ez ilyen kritikus dolog. Nyilván ilyenkor mindig figyelni kell, hogy az éppen adott hírek mit mondanak, vagy éppen milyen a hangulat, mert mondjuk, hogyha a nemrég vezetett új rendelkezések napján kijössz a nyers lelkerével, akkor nem biztos, hogy átütő sikert fog aratni, de mindenképpen buzdítok mindenkit arra, hogy ha tudja, akkor alkotásra használja ki ezt a felszabadult időt. Egyébként hál' az Istennek, szóval azt láttuk mi így tavasztól, hogy azért hál' az Istennek a megjelenésekkel nem volt van. Tehát azért volt content, és ennek mi örültünk, és nyilván a közönség is örül. Egyébként ha egy picit megint ilyen magánvélemény, én nagyon, tehát főleg a háttér szakmában egy nagyon nagy lemorzsolódást láttam, nagyon sok ród, hangos, fényes ismerősöm gyakorlatilag elpárolgott a szakmából, és most már totálisan, akár mit tudom, fél éve teljesen más helyen, más jellegű munkákat végeznek. És ugye igazából ez lesz az egyik legdurvább dolga magának a zeneiparnak, hogy ugye főleg a háttéremberek, neked mik a tapasztalatotok, vagy neked mik a tapasztalatod, mit látsz, mi az, ami majd mondjuk nagyon rá kell dolgozni, hogyha újra beindulhat valami ezen a téren. Hát igazából mondjuk a park szempontjából azt látom, hogy az állandó csapatunk az így nagyjából együtt tudott maradni, és ez egy nagyon kivételes és nagyon szerencsés dolog, de mondjuk akik már nem irodai dolgozók, hanem például útosok, nyilvánvalóan sokkal kevesebb embert lehetett alkalmazni, hiszen
ahogy említettem, 4%-ra nem fogunk tudni ugyanannyi embert behívni. Hát így magánemberként nekem ez a legnagyobb szívfájdalmam és a legnagyobb félelmem is egyben, hogy egy rendezvény színvonalához elengedhetetlen az, hogy jó szakemberek vegyenek részt a megszervezésében és a lebonyolításában is, és nekem ez nagy félelmem, hogyha valaki most éppen szakma elhagyó, hogy őt vissza lehet-e egyet cserbítani az eredeti foglalkozásához, amihez egyébként tök jól élt és tök jól állja. Hát igen, az a baj, sajnos nekem sincsenek túl a tapasztalataim, mint mondtam. És egyébként, ha már egy újabb szekcióra fordulunk rá, a zenei újságírásra is beszélünk egy kicsit, és nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk egyébként a srácokkal, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben a zenei újságíró szakma, mondjuk azok a zeneblogok, azok a portálok, akik foglalkoznak kifejezetten mondjuk magyar és feltörekvő zenék, mik azok a dolgok, amiben mondjuk tudják segíteni a komát, a zenészeket, esetleg lelket ötteni beléjük, ezt te hogy látod? Tudunk-e valamit csinálni, hogy egy kicsit lelket öntsünk az emberekben? Hát szerintem, amivel az újságírók támogatni tudják a magyar zenét, azok abszolút a megjelenések. És nekem ez is a tapasztalatom, hogy ez mintha így felélénkül volna egy kicsit jobban. Azért azt lássuk, hogy Magyarországon nem kifejezetten sok kizárólag zenei blog vagy magazin létezik, de aki van, azért annál azt láttam, hogy próbálja támogatni a zenekarokat, ilyen nem csak a feltörekvőket, hiszen ebben a helyzetben nem csak a feltörekvőket kell egyébként támogatni, de valahogy azt éreztem, hogy nyitottak a megjelenésekre, interjúk készültek, sőt, igazából, ami egyel, nem tudom, nyilvánosabb vagy mainstreamebb dolog, hogy azért hírportálok is sokkal inkább foglalkoztak ezzel az egész témával. A parral kapcsolatban azt láttam, hogy soha az életben ennyi interjút nem adtunk, mint idén, abban biztos vagyok. Én érdekelte a helyzetünk a mainstream médiát is. Ezzel a kapcsolatban pedig ez a premierek szervezése, sajtóanyagok leköklése, nagyon sok blogra állt, akár havi, heti, bármilyen playlistek készítésére, ami szerintem nagyon nagy segítség tud lenni. Vagy volt például ez a Merkel Adal kampány, amikor szintén kifejezetten magyar zenekarok dalait gyűjtötték playlistekbe. Szerintem ezek szuper kezdeményezések, és ennek mindenki nagyon örül és nagyon hálás. Talán az lenne, hogyha lehetne már fesztiválozni, illetve egy jó nagy koncertet, ez a baj néha, mert el sem tudok képzelni, hogy Isten milyen volt, vagy milyen lehetne elmenni, nem tudom, egy 10-15-es nagy koncertre. Andi, nagyon szépen. Én csak azt akartam mondani, hogy pont ezt beszélgettük nemben, hogy mondjuk tavaly a Szigeten azt mondja nekem valaki, hogy ez jövőre nem lesz, akkor azt nem tudom elképzelni. Most valaki azt mondja, hogy a Szigeten vagyok, és ott vagyok a tömegben, azt nem tudom elképzelni, vagy sokkal nehezebben tudom elképzelni, és hogy nagyon furcsa ez a helyzet, de nagyon remélem, hogy megoldás születik, és azt is remélem, hogy tényleg túléli valamennyire egész időszakot, mert kell, hogy legyenek olyan helyek, ahol fel lehet lépni a zenekaroknak, mikor a zenekarok túl is lépik. Túl is ezt a dolgot. Ha kicsit szomorkásra sikerül a jövő még, a jövő év, akkor azért lesz Budapest Park utána? Igen. Hát mi mindenképpen így készülünk, hogy lesz. Nagyon nehéz az egész megfogni, mert annyira változik minden. Annyira rendesül, tényleg nagyon hamar kell adaptálni dolgokat, de nagyon reméljük, meg nagyon bízunk abban, hogy a jövő szezon már rendben lesz. Ha már csak félig rendben lenne, az is nagyon szuper lenne. Vagy hogyha valahogy lehetne olyan dolgokat kitalálni, mint például, hogy egy 11.500 fős helyen 500 ember, az ugye nem ugyanolyan, mint egy 600 fős helyen
500 000. Úgyhogy ha ezekre lehet valamilyen megoldást találni, akkor az nagyon szuper lenne, de igen, leszünk. Na hát azt hiszem, hogy ennél pozitívabb lezárást igazából nem is képzeltünk el a mostani beszélgetésünkre. Úgyhogy Andi, tényleg reméljük, valami őszintén privátban nagyon szeretném, ha most már 10 000-es koncerten önkednék. Úgyhogy reméljük, hogy jövőre ezt megtehetjük a Budapest Parkban, vagy a Sziget Fesztiválon, vagy bármilyen másik fesztiválon. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. Én köszönöm, hogy mesélhettem nektek. És ti pedig ne felejtsétek, ha a jövő héten kedden is jövünk majd újabb adással, újabb beszélgetéssel, addig is természetesen kövessetek bennünket a megszokott Facebookon, Instagramon és YouTube-on, ne felejtsétek el az Ivivet, úgyhogy legközelebb jövő héten találkozunk. Szevasztok, ciao!